professzor úr, önt itt az Alföldi Állatinstitúció napokon Horn Arthur díjjal jutalmazták. Gratulálunk! Ez felfogható egy életmű díjának is. Bizonyos értelemben igen, abban a tekintetben, mert mindenképpen, hogy azokat a minőségi paramétereket, azokat a teljesítményeket, amihez a díjhoz szükségeltetik, azt a adományozók szerint elértem, és ez egy, mindenképpen egy életteljesítmény kell hozzá, mert ugye ez a hazai nemzetközi kapcsolatrendszeren keresztül valóban a tenyésztő társadalommal való együttműködés kellett, ez pedig idő kell. Valóban itt az ideje talán, hogy az ember ilyeneket is elérjen, ha elérheti. Persze mindig benne van az, hogy szeretném, ha ez nem lezárt életmű díja lenne, mert azért egyelőre továbbra is a magam területén igyekszem aktívan közreműködni a szakmámban, akár a doktoranduszok képzésében, akár tenyésztő szervezetekben szakmai tanácsaimmal igyekszem továbbra is közreműködni. Tevékenységében annyi mindent csinált itt, ahogy az imént elmondták a felvezetőben. Mi az a szakterület, amit ön kiemelne ezek közül? Pályám nagyobb része azért a szarvasmarhatenyésztéshez kötődik, és ebből én igazán élményt, tanulságot és talán látásmódot kiemelnék, az tulajdonképpen az az időszak, amikor én 12 éven át az Európai Hegyi Tarka Szövetség titkáraként, az volt a dolgom, hogy az európai országokban lévő tarka jellegű marháknak a tenyésztését megpróbáljam beintegrálni abba az alpesi régióba, onnan ez származik, majd ezen keresztül a világszövetségbe is, és ezen keresztül tényleg bejárhattam a világot, nem nagyon van olyan kontinens, ahol ne jártam volna, és adott egy olyan látásmódot, tapasztalatot, amelyen keresztül én úgy érzem, hogy sok mindenben pontosabban, talán mélyebben látom az összefüggéseket, és ezeket föl tudom használni akár az egyetemi katedrán, akár a szakemberekkel való beszélgetésben. Ha ez nem lett volna, akkor majd úgy érzem, hogy díj ide vagy oda kevesebb lennék. Nem fáj a szíve egy kicsit akkor, amikor ugye visszaszorult szinte teljesen a magyar tarka Magyarországon? De akkor nagyon. És ilyen értelemben talán ez is volt a motiváció, hogy akkor némi szerencse kellett hozzá, mert az a pillanat volt, amikor a magyar tarka hát az európai szintéren legalábbis egyfajta szimpátiát kapott el. Nyilván a Magyarország, Németország annak idején emocionális kapcsolat is belejátszott, és tulajdonképpen nyelvtudásom, én Németországban aspiránsként dolgoztam, tehát kapcsolatom lévén sikerült a figyelmet ráirányítani, hogy ami itt van, értékes populáció, az itteni tenyésztőket pedig arra motiválni, hogy nézzenek, lássanak, működjenek együtt velük. És ma úgy érzem, hogy a magyar tarka az ekvivalens bármelyik európai, nyugat-európai hegyi tarka tenyésztővel, ők is így gondolják, és az együttműködés töretlen. Sajnos válságban van a magyar szarvasmarha ágazat, a tejágazat. Mit tudna ön, professzor úr, javasolni az ágazatnak, hogy hogyan tudnának kijönni ebből a, hát hogy mondjam, mély válságból, krízisből a termelők? Ez most megfogott, mert azt mondtam, hogy sokat láttam, sokat tudok. Nekem kellene most tulajdonképpen a megoldást itt felkínálni. Azt látom sajnos, hogy ez a válság nem csak Magyarországra, igaz? Német barátaim ugyanezt mondják, csuknak be, zárnak be gazdaságok Európa nyugati felében is. Tehát itt valóban egy globális tejpiaci válság van, amely minden országot kicsit másképp érint. Én úgy gondolom, hogy ebben igazából megoldás abban lehet csak, ha a valami módon sikerül a teljes tejtermékfogyasztást a megfelelő pozícióba hozni. Muszáj fogyasztás növelést valamilyen módon elérni. Ezt a táplálkozás biológiai érvek alátámasztják. Úgy gondolom, hogy azért az életszínvonal is többé-kevésbé ezt lehetővé teszi. Valami módon mégis, főleg az új ifjú generációban érzem azt, hogy mintha eltávolodott volna. Vissza kell őket szerezni. Egy 10-20%-os fogyasztás növekedés én szerintem egyensúlyt teremtene. Nem nagyon reménykedjünk abban, hogy a világ megoldja helyettünk ezt a problémát. Európában magán belül kell ezt megtenni. Mi ezzel a tejfogyasztással nagyon hátul vagyunk, tehát van benne tartalék. Persze könnyű mondani, hogy ígyunk tejet, fogyasztunk több tejterméket, sajtot, egyebet. Nem megy ez ilyen gyorsan. A tenyésztők pedig már holnap kérnek megoldást.
Arra én nem tudok megoldást. A hosszú távú megoldásban mindenképpen a belföldi fogyasztás erősítése, minden eszközzel a propaganda, a képzés, az oktatás, a nevelés, ezek mind-mind hozzátartoznak.